hosszú téli szünet jól jött a turizmus számára. Az egyik fehérvári szállásadó azt mondja, az év első hetében többnyire külföldi, átutazó vendégeket szoktak fogadni, most azonban mellettük több család is hozzájuk utazott. Ritter Judit szerint bár az év jól indult, tele van kétségekkel, és a várható forgalom kapcsán semennyire nem lát előre. Október óta nem kapott sem villany, sem gázszámlát, ezért egyelőre azt sem tudja, mekkora áremelkedés lesz náluk. Az árak tavaszig várhatóan nem változnak, és egyre inkább a dinamikus árképzésre állnak át. A szállodaiparban is van egy úgynevezett dinamikus árazás, amit talán a repülőgép árakat ismerők tudják, tehát a repülőjegy is ugye úgy árazódik, hogyha már sokat eladtak belőle, akkor följebb megy, ha van egy holtabb időszak, akkor lejjebb mennek az árak. Hasonlóan áraznak most már a szállodák is, mi is idén át fogunk térni egy ilyen árazásos rendszerre. Ritter Judit hozzátette, a vendégek többsége kivár az utolsó pillanatig, és nem foglalnak előre. Jellemzően a hosszú hétvégéket töltik a legtöbben szállodákban, de hogy idén ez így marad-e, azt egyelőre senki sem tudja. Van érdeklődés kisebb, mint a szokásos, de elsősorban azért mindenki nagyon bizonytalan. Mi is így vagyunk ezzel, mert még nem tudjuk a villany- és gázszámlánknak a zárait. Októbertől elvileg mi már nagyon emelt szintű gázt fizetünk, még nem kaptuk meg az októberi gázszámlánkat sem. Tehát én nagyon nehéz így tervezni. 2023-ban egyébként 2 4-napos és 4 3-napos hosszú hétvége is lesz, így szabadságnapokkal variálva nagyobb pihenő is kialakítható. 3 napos hosszú hétvége 4-szer lesz 2023-ban, 4 napos hosszú hétvége pedig 2-szer is lesz.